Versenyben a kutyák az első Arabona Agility kupán. Az A-Team a Sziget Közkupa sikerén felbuzdulva szervezte meg az új futamot. A feladat ugyanaz volt, mint máskor. Az ebeknek és a gazdiknak adott időre kellett teljesíteniük egy addig ismeretlen pályát. Nagyon fontos a hibátlanság, és a hibátlanság után rendkívül fontos az időeredmény is. Tehát minél gyorsabb egy kutyus, annál nagyobb esélye van, hogy nyerjen, de ez nem elég, mert nagyon fontos, hogy ne legyen verőhibája. Az agilitizők szerint ezeket a hibákat sokszor nem is a kutyák, hanem a gazdik követik el. Például olyan hiba volt az első futamunkban, hogy az egyik akadályhoz túl közel mentem, ezért nem indultam el onnan időben, így hát a következőhöz nem értem oda, és nem tudtam jól fordítani a kutyát, és rossz felé fordult utána, nem arra, merre szerettem volna. Panna egy 5 éves Shetland juhászkutya, aki gazdájával Nicolettel lépett pályára. Ez a mostani verseny felemás eredményt hozott számukra. Az első futam nagyon jól sikerült, ezt meg is nyertük a kategóriánkban, illetve szerintem az egyik legjobb időt futottuk. Minden úgy jött össze, hogy terveztem. A második futamban sajnos gondolkoztam a pálya lefutása közben, nem tudtam eldönteni, hogy két variáció közül mit válaszok, és ez végül oda vezetett, hogy a rossz időben a rossz helyen voltam, és ennyi. Elég egy kizáráshoz. A rendezvény végén a különböző kategóriákban több mint 100 díjat osztottak ki a szervezők, így szinte senki nem tért haza üres kézzel. A verseny ők már készülnek az újabb megmérettetésre, az augusztus végi Sziget Közkupára, ahol két pályán zajlik majd a küzdelem.